az egészséges életmódnak alapja a sport, a sportszerű életmód és minden, ami ehhez kapcsolódik. Egyik fájdalmam az, hogy a magyar iskolarendszer és egyetemet bőven-bőven beleértve nem tud felnőni arra a szintre, hogy valóban mindazokat a lehetőséget és feltételeket biztosítsa, ami az iskolai testneveléshez alapvetően szükséges. Elsősorban a személyi feltételeket és a személyi megbecsülést emelte ki László Imre polgármester, mint alapvető szükségletet a sportnevelés területén. Új Buda önkormányzata iskolák, valamint diákok és felkészítő tanáraik teljesítményét ismerte el az Új Budai Diák Sport Fesztivál idei tanévzáró ünnepségén. A 180 iskolai napból 101 napon volt valamilyen verseny, 19 sportákban összesen közel 5000 diák részvételével. A számok mutatják, hogy igenis új budai sportos kerület. Egy olyan kerület, ahol nem csak a diákok egyébként, hanem a felnőtt korosztály és a szenior korosztály is igen igen szeret sportolni. Mi megpróbálunk mindent megadni, hogy a különböző sportversenyek, a különböző területeink mind-mind alkalmasak legyenek erre, ahol lehet sportolni. És fejlesztésekkel is segíteni. Ugye az alapokat a testnevelő tanárok teszik le, de ehhez kellenek az iskolák és is. Az iskolai igazgatók, akik támogatják ezeket a munkát, ezt a munkát. A kerületi diák sportversenyrendszerben az iskolák részvételét és az elért eredményeket pontokkal ismerték el, ami alapján átadták a legeredményesebb általános és középiskolák díját. Az összetett eredmények szerint a Grosicsi Gyula Katolikus Sport Általános Iskola és az Új Budai József Attila Gimnázium lett az első. Összesen 27 intézményt értékeltek, a versenyeken nyújtott kiemelkedő sportteljesítményük és a testnevelő tanárok javaslatai alapján 60 diákot jutalmaztak. A versenyfelkészítésért és kísérő munkáért pedig 34 testnevelő pedagógus részesült elismerésben.